Arabikán. Jól vagyok, köszönöm. Én így szoktam leszállni. Mondhatnám, hogy rozoga volt a szék, de nem lenne igaz. Teljesen jogos. Megyek is futni. És hova futsz, Csabikám? Hát remélem egy karcsúbb jövőbe. Ó, én már voltam ott. Napi felülés kipipálva. Úristen, mennyi hús. Klári talált egy különleges tatárbiftek receptet. Alig várom, hogy kipróbáljam. Az unokám egyik kedvence. Jól begyakorlom magam, mire meglátogat. Régen nekem is ez volt a kedvencem. Nagyszerű. Akkor gyere át, ha megjöttél a futkosásból. Nem lehet sajnos. Kipróbálok egy új étrendet. Vegán vagyok egy hónapig. Min vagy? Vegán. Azt jelenti, hogy nem eszem állati eredetű élelmiszereket. Magas volt a koleszterin, nem muszáj volt életmódot váltanom. Drukkolok, Csabikám, drukkolok. Csak aztán el ne folyjon a szél. Attól le tessék félni. Jól el vagyok én a paprikákkal. Csabikám, de ugye azért visszajössz. Persze, megcsinálom a függönyt. Csokolom. Még primadonna koromba kaptam ilyen sírós szerepeket. Klárikám, te most is primadonna korban vagy. Hogy mondod? Primadonna. Igaz. Prima. Képzeld, Klárikám, no. Én jövő héttől vegán leszek. Nem mondod, de nagyon megkérlek, vigyél magaddal hajszárítót, mert én mindig megjárom, ha nincs nálam. Ez egy életmód, étrend. Csabitól tanultam nemrég. Azt jelenti, hogy nem eszem állati eredetű élelmiszereket. Na fene! Hát, ha én Endrének ilyet adnék, ilyen vegános ételt, hát az megőrülne. Apropó, jövő héten elmegyünk egy disznóvágásra. Lesz ott jó, nem ulas? Na, milyen? Prima! Donna! Szólj a tejföl, szólj a tejföl, szólj a tejföl. Csokolom. Csabi. Megirigyelte tőlem a tofut? Nem, felfedezek. Kérsz te is? Nem, köszönöm. Szívesen meghívlak te. Szóval ide tetszik járni az én kis húspultom helyen? Lalika, hogy te itt? Ne tessék félreérteni, csak besegítek. A feleségem a bióból, csak lebetegedek. Jó. Hadd mutassalak be titeket egymásnak. Csabi. Lali. Csabi, szervusz, Lali. Örülök. Azt olvastam az interneten, hogy vegán táplálkozás alatt is rendkívül fontos a fehérje bevitel. Csabiká. Elnézést. És hogy a tofu az egyik legjobb. Mint a feleségemet hallanám. Na, ne úgy rajolj, Lajukám. Inkább segíts a választásban. Én csak annyit tudok, hogy a szója arra van. Aha. De inkább tessék holnap kijönni a piacra. Akkor a bárányszombok fognak érkezni. Nem lehet. Csabival életmódot váltottunk. Mennyi ideig tart még ez a diéta? Már csak 3 nap. Szerencsére. Hát azt már fél lábon is kibírjuk. Fél lábon is. Milyen volt a disznóülés, Klárikám? Na, hagyjuk. Visszajöttél arról a vegánról? Nem lehet mindent húst húsa lenni. Kérsz egy kis tatár bifszteket? Meg akarsz ölni? Én egy ideje csak savlekötőt vagyok hajlandó fogyasztani. Na, hol van az a bagány vagy vegány vagy milyen recept? Én minden percét élveztem ennek a gasztronómiai kalantúrának. Milyen jó neked. Ugye, Csabi? Csodálatos volt. Igen. Csak az arany középút gyerekek. Tatár bifsztek.